miniszterelnök jelölt, mai nap Nagykanizsán tart lakossági fórumot. Az országjárása részeként Zalában kezdte néhány héttel ezelőtt Keszthelyen és Zalaegerszegen, azóta fél országot már bejárta, a tapasztalatairól is fog szólni. És miért megadnám neki a szót, szeretném jelezni, hogy én is röviden fogok a lakossági fórumon a velünk szimpatizálókhoz szólni. A gyors bemutatkozás után jelezni szeretném, hogy az elmúlt 4 éves ciklusban, mint országgyűlési képviselő, mit próbáltam tenni, és milyen kudarcok éltek, illetve hát majd a választóink bizalmát kérem továbbra is, mert Zala megyében értük el 4 évvel ezelőtt a Dunántúli legjobb eredményt, és ezt folytatni szeretnénk, és a tapasztalataim alapján erre minden reményünk megvan. Feljogosít az optimizmusra az, hogy a ajánlásgyűjtés során gyorsan, néhányszor sorban állva az emberek tettek mellettünk szimpátiát, és hát ezek is tudják, hivatalosan regisztrált vagyok itt a térségben, és az országos listánkat is valószínűleg ma fogja válaszolni. Tehát nem úgy, hogy nem lakossági fórumot nem tart, hanem egyáltalán nem lehet tőle semmit sem kérdezni. Hát ez nálunk nem így van. Ugye a fórum után, ahogy ez minden lakossági fórum végén, nálunk nevet szokás, bármit lehet kérdezni. Úgyhogy állunk elébe. A rendkedvéért természetesen hagyd mutassam be a szereplőinket. Zakó László országgyűlési képviselő. A Jobbik Magyarországért Mozgalom miniszterelnök jelöltje, Boda Gábor. Én Vörzse Sándor vagyok, a Barikád magazin főszerkesztője. Először Laci, Zakó Laci beszél önökhöz, pár gondolatot megoszt önökkel, utána nekem is van egy-két gondolatom, és aztán pedig a Gábor mutatja be a 2014-es programot, és utána ezek után lehet majd kérdezni. Tanultam meg az életet, hanem munkahelyen, ahol voltak főnökeim, voltak mindig beosztottjaim, én úgy érzem, hogy feladatomat tisztességesen elláttam, de ez nem mondható el mindenkiről, főleg a kormány oldalról, és főleg azokról nem, akiknek hétvégén éjszaka a postafiókjukba érkezik egy 200 oldalas törvényjavaslat, azzal a kéréssel, hogy akkor ezt légy szíves add be. Beadják, amiről kedden már szinte zárószavazás van, a köztársaság elnöke rá egy hétre kihirdeti, és ilyen törvények tömkelege határozatlan. Sok szeretettel köszöntöm Önöket. Hadd köszönjem meg én is először, hogy ilyen napszámban eljöttek ebben a nem túlságosan szokványos, mondhatni unortodox időpontban erre a politikai rendezvényre. Szombat délelőtt azért nem szokás politikáról beszélni, és talán nem is volt felesleges, hogy Sanyi egy picit lazábbra vette, de azért higgyék el, hogy amiről ő beszélt, arról az agyárszívásról, ami zajlik ott a parlament hullámai között, hogy arról adott egy ilyen kis látleletet, az nem volt véletlen, mert és ez nem panaszkodás, hogy annak vegyék, de hát tényleg nem egyszerű a parlamentben egy levegőt szívni ezekkel az emberekkel. Tehát képzeljék el Lacit, aki Vadai Ágnes mellett ül szinte közvetlenül. Az egy embert próbáló feladat. És azért annyiban hagy árnyaljam a képet, hogy amikor ugye Sanyi említett, hogy amikor én felszólok, akkor csend van az országgyűlésben. Ez egyébként valóban így van, tehát látom azt, hogy azért figyelnek. A szociálisok meg inkább mindig lapulnak, mert félnek, hogy akkor a beszédem látom, mindig van azért egy kedves pár gondolat az ő irány.